Kis Imre! Ez egyébként a szándékos részedről, hogy te magasabban ülsz, mint a vendégek? Ezt nem én állítom be, de én ezt kívánságra le tudom engedni. Miért ez gáz? Hát... ez gáz. Na most, ha leülök, akkor fölcsúszik a mellényem. Így most akkor jobb neked? Picit jöhetek följebb? Vagy maradjak így? Én jól érzem magam így, köszönöm. Jó, tehát egy picit így lefelé nézel, nem baj. Egyed meg, hogy érdeklődjem, mondjuk hát külsőd konszolidálódása felül, ugye ékszerparkod, szolidult fülbevalóidat elhagytad. Most nem tudom, hogy tudod, de a picit az Etónak a Győri Etónak vagy a pszichiátered, oda szükség van. A pszichiszupervizora. Igen. Fiatalokkal. De ha beállsz helyettük, többet segítesz mencsi. Szerintem. Ne. A felnőttek dolga az a felnőttek. És pont az egyik sásznak így volt, hogy nem tudta levenni a gyűrűjét, és akkor na. Én, mint doki, oda mentem, és akkor így nyálasztuk, és akkor itt így húztam le az ujjáról, csak nem az ujja is jött. Mondhatjuk azt, hogy ebben te egy lelki asszisztenciát is végeztél? Egy héttel ezelőtt úgy egy kicsit elhagyták magukat, és 2-2-t játszottak az ifik. Mondom, hogy akar így akárki numero 1 játékos lenni, nekem a 7-8 az kevés, legyen az 9. Uh-huh. Erre meg az ellenfelet lemeszelték 7-0-ra. A beszélgetés után. Én nem zárom ki, hogy a közönség érti, hogy miről van szó, de nem biztos. Ugye, tehát ne zárjuk ki. Na de várjál, hogy egy órán belül egy másik meccsre kerül sor? Nem, ez 2 héttel előtte. Igen, és előtte adtad nekik a fröccsöt. Igen. Világos, világos. Kérlek szépen, előfordult-e már, hogy téged is betegnek néztek? Egyszer volt egy ilyen emlékezetes élményem, hogy első ügyelet, ami eleve úgy indult, hogy hibásan írták fel a nevemet. Eléggé excentrikusan öltözködtem, ilyen cowboy csizma volt, két fülbe való egy helyett, egy hosszú rózsaszín ing volt rajtam, farmerba, és kiderült, hogy én vagyok az ügyeletes. És mentem körbe az osztályokon, de hogy... ott abban a házban mások is öltözködnek így, tehát... Lehet. Tehát annyira... Igen. Az öltözésben bekopogtatok egy ajtón, és egy orvos nagyon konszolidáltan fehérbe felöltözve, géppelget a számítógépén, megfordul, és mondom, mi újság az osztályom? Azt mondja... A nővéreket keresi? Arra vannak. Hát kérem szépen, a nyelvet másként használja az, aki a határon túli területekről érkezik. Voltak-e neked ilyen nyelvi félreértéseid? Hát gondolom az első időben, hát ma már ez nyilván nincs. Hát mióta vagy nálunk? 85. Ültünk egyszer egy társaságba, és mondtam, hogy hát nekem otthon van 2 patikám. Kérdezték, szüleidnek? Mondtam, apámnak is van egy. Én nem értettem, hogy miért furcsálották, és akkor azt mondták, ti ilyen gazdagok vagytok? Mi? Hát miért lennénk ilyen gazdagok? Hát 3 patika még nem a világ. Nem értem, hogy miért burzsújság az, hogyha az ember a patikát a lábára húzza. És akkor megkérdeztem, a patika az nálatok mi? És akkor mondják, hát gyógyszertár. Meg azt mondtuk, hogy hát a patika nálunk tornacipő. Szerb-horvátul a tornacipő, tornacsukát patikának hívjuk, és... És ez a magyarba is aztán. No, hát ami a tévéműsorot illeti, ugye, ahonnan téged ismernek, ott egy meglehetős kellemetlen, tehát most egy aranyos, teljesen kezelhető, szelíd ember vagy, ott pedig egy ilyen kellemetlen fráter benyomását keltetted. Most úgy érzem, hogy egyenrangú partnerként kezelsz, annak ellenére, hogy sokszor belevágsz a szavamba, de... Már alig, azért hogy csökken ez? De jelentősen csökken, de mondtam is, hogy udvariasan bocsánatot kérsz, már a közepére. De ennek ellenére... Ennek ellenére mai napig is megvan az, hogyha érzem, hogy megpróbálnak bevinni az erdőbe,
de leginkább magukat viszik be, és azt mutatják, hogy nem, hogy ők azt mutatják, hogy de ők jól vannak, miközben ezt és ezt és ezt és ezt csinálják. Tehát magyarán tehát ezt, ezt értelmezhetjük úgy, hogy az, hogy te terápizálni tudj, ahhoz alapvetően őszintességre van szükséged, ugye? Tehát, hogy mondjon el, rakja ki a lapokat, mert akkor tudsz velük valamit csinálni. Szoktak egy beszólogatni, vagy mi volt a legjellemzőbb, vagy minek volt a kitéve? Ez ment ez a bevállalja, igen vagy nem, igen. Akkor voltak itt nagy ordibálások az utcán, de most már ez konszolidálódott, most már ez igazából nincs. Azt akarod mondani, hogy a bevállalja szóval te gazdagítottad nyelvünket? Nem, mivel ez egy torszó, mivel ilyen szó nincs. Hát most már van szinte. De most már meghonosítottuk. És aztán lett ennek mondjuk egy részben argóban ugye befigyel, behány. De az volt azelőtt is. Bepurcol. Nem, az időben nem volt. Azt mondják rólad, hogy csontig hatoló a tekintetet. Nincs nem, az nem. A helyzet. Nincs az a helyzet, de tudsz csontig hatolni? Ha, hogyne. Na. Akkor most én vagyok a beutalt, részesíts engem egy igazi háló nélküli terápiában, ala Csernus. Van, kéne még egy cég? Van külön bögre eldobásra, jó? Ebben nincs víz. Az de úgynevezett kéne eldobó. Kéne még egy cég? Kristófét elveszünk. A Don Produttore odaül félseggel. Kristófkám, hopp, hopp, hopp. Elveszünk. Kovács Kristóf, az van ráírva, de nem érdekes. Na. Jó. Igen? Na, akkor jössz? Jövök. Be is jöjjek teljesen? Hát persze. Jó. Háló, háló, jó napot kívánok, Csernus doktort keresem. Tisztára ki vagyok idegileg. Háló, Csernus doki. Azonnal terapizáljon. Kigyulladt a lakásom, ellopták az autómat, megvert. Jó napot kívánok. Mit ordibál maga itt? Elnézést, doktor úr. Hogy viselkedik? Jöjjön. Elnézést. Elnézést, doktor úr. Hogy hívják? Fábri Sándor. Csernus Imre. Jó napot kívánok. Köszönöm szépen, doktor úr, ne haragudjon. Vágtunk egy kis disznót, egy felet leadtam kint az asszisztensének. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, hát elnézést kérek. Szorong? Olyan jó kényelmes a széke, Fábri úr. Na, parancsoljon, miért jött? Én nem tudom, az utóbbi időben olyan bizonytalan vagyok, vagy mégse? Hát, nézze, meg is értem. Őszintén kérdezhetek? Igen. Hát akkor, ha ezt játszunk, akkor igen. Mik a játékszabályok? Bármi lehet. Bármi lehet, legfeljebb én azt mondom, hogy nem. Én azt látom, hogy ha olyan vendéged van, akinél te valamilyen szempontból jobbnál tartod magad, olyan arcátlanul szoktál nyomulni, tényleg, közben hogy érzed magad? Én... Miközben ilyen, hát elég dinamikusan szövegelsz. Ez a másik dolog, csak erre nem akartam így... Román vagy? Abszolút nem tudom, én nem hiszem. Most megjöttem helikopterrel, érted, az egy picit. Érted, meg benyomtam ezt a koktélt, érted, de azt hiszem, hogy nem. Én nem is lennék jó főnök. És szóval egyébként nekem de... egyetlen egy Cezar Romániám van, ha ez Cezar Románia, tehát az én legnagyobb fizetségem, azt csak, amit akarok. De tudod? Amivel nyilván nem élsz vissza, de na, az egy részegítő érzés, tehát az, hogy 120 kilós embereket zsebkendővel a szemüket itatják a röhögéstől, már, tehát az egy hihetet. Természetesen ez a felelősséget Fábio, jelent. Felelősség. Pontosan. És ezzel vissza lehet élni. És ezzel vissza lehet élni. Vissza lehet élni, nézd meg a heti hetest például. A heti hetest most azt most hogyne hagyjuk. Visszaélni. De most a Fábrit hagy. Most a Fábrinál maradjunk. Igen. Most úgy mérges lettél? Nem. Én csak mindig lelkesen beszélek. Elégedett ember vagy? Elképesztően nem foglalkozunk az életnek az utolsó kérdésével. A drága édesanyám olyan 80 körül volt, és egy barátnőjével arról beszélgettek, hogy a Mennyországban van-e fagylalt. Mert nagyon, nagyon szerették a fagylaltot. Úgyhogy ilyeneken elgondolkozom, hogy lesz-e ilyen varrott cipő a Mennyországban, vagy fel tudok-e lépni, majd ha egyáltalán oda kerülök, ugye? Hát lehet, hogy Csernus doktorral a pokolba izzítunk, és ott terapizálunk. Hát a fene tudja, ugye? Nem gondolom amikor azt, hogy... megláttad először, hogy őszülsz, az megütött? Nem, semmilyen részlet dolog nem ütött meg.
az első volt, amikor ugye én a ház előtt szoktam tevékenykedni Leányfalón, ilyen finom pedofil jelleggel ottan a kislányokat nézem, hogy ott osonkodnak, és amikor az első csókolom bejött, az rettenetes volt, szóval mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor én még azért úgy gondoltam volna, hogy még egyenrangú partner vagyok itt a halpiacon. Ez a 13 éves körüli kor, ez brutális, ugye? Tehát ez nem pedofil, csak türelmetlen. Tehát mi a különbség a spermót és a fika között? A gyerekek nem szeretik a spenótot. Na, nem ez az érdekes, tehát az egy borzasztó, izgalmas korszak, amikor a kis csajok ugye elkezdenek nővé válni. Hát az egy borzasztó dolog, és amikor egy ilyen kis csaj neked becsókolomozik, hát az nem jó. Egyetlen egy dolgot szeretnék, igen, mert úgy összefoglalva, igen, kedves Fábri úr, a pszichés problémáit illetően, amit én legfontosabbnak találok, ez a 15 percben, vagy ebben a kis időben volt 2-3 perc, amikor kifejezetten őszinte volt, és én köszönöm az őszinteséget. Hát ez talán nem kevés. Köszönöm szépen! Csernus Imrét látták, hallották, nagyon szépen köszönjük! Mi pedig azonnal folytatjuk Kóbor Jánossal!